Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az ünneplő gyülekezetet. Amikor ide készültem, akkor megnéztem a naplómat, hogy mikor jártam itt közöttetek. Hát bizony tavaly háromszor is, de az idén csak most először vagyok itt Újfehérton. És ha visszaemlékszem rá, legutóbb Geszteréden voltunk akkor, amikor együtt találkozhattunk a gyülekezettel. Azt megelőzően, ha jól emlékszem, márciusi alkalommal arról a témáról szóltam, amit Dániel könyvében olvashatunk, és amelyet Jézus is említett, hogy hol van az a, vagy mi az a pusztító utálatosság, és hol van az a szent hely. És beszéltem Jézus hitéről is, mert ma már a végidőben élőknek nem egyszerűen csak hitre kell jutni, hanem a Jézus hitével kell rendelkezni ők, akik a hármas angyali üzenetet hirdetik, mert itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. A Jézus hite az rendíthetetlen és sziklaszirád, és ezzel is foglalkoztunk legutóbbi alkalommal. A mai alkalommal viszont olyan témával szeretnék foglalkozni, amely mindannyiunkat érint, akarva akaratlan, hívőt és hitetlent egyaránt. Mi foglalkoztatja leginkább a ma emberét? Van három dimenzió, amiben élünk, a múlt, a jelen és a jövő. Mit gondoltok, hogy mi ebből a legfontosabb? No? A jövő. Igen, való igaz a jövő, de a ma embere valahol egészen másképpen gondolkodik. Valahol a római kornak a reneszánszát élve, tudjátok, ez a dolce vita élet, a mával foglalkozunk, és a ma legyen mindent ide nekem, és minden jó, és minden szép, mert ki tudja, hogy a holnap az mit fog hozni. Egyre inkább láthatjuk, vagy hallhatjuk televízióból is, hogy emberek az országúton, vagy egyik más helyeken is halnak meg, és pusztulnak el, és félelmetes, hogy amíg ez az óra tellik, addig körülbelül 7 millió ember fog éjjel halni a világban. Akik csak azért nem tudnak tovább élni, mert nincs mit enniük. Nem véletlen az, hogy egy hatalmas nagy vándorlás is történik a világban, de ez a végső dolog. De a jövővel fogunk foglalkozni, és amikor Isten szaván keresztül foglalkozunk a jövővel, az élet forrásával, aki ebből a forrásból merít, mármint az Isten szavából, az a Szentlélekkel és Krisztussal lefonódik egybe és lesz közösségbe. És az a szív, amely megizlelte Isten szeretetét, egyre többet és többet akar felszívni magából. Amikor Isten igéjével foglalkozunk, akkor tulajdonképpen rájövünk, hogy az lélek és élet. Testi szükségleteinkre nagy gondot fordítunk, de a lelki szükségletek azok még jobban igénybe veszik a mi szükségleteinket, és az ige lerombolja, mármint Isten szava, a természetes földi indulatokat, természeteket, és egy új jellemet, egy új krisztusi életet formál ki bennünk. A Szentlélek vigasztalóként hat a lélekre, és átformálja, és átalakítja. Nem véletlenül, hogy a szombatiskolában is ezzel foglalkoztunk a legbővebben, hogy a Szentlélek milyen módon munkálkodott a kezdetén is, az apostolok életében, az első keresztények életében, és ma, amikor sokkal ravaszabb módon és 6000 éves tapasztalatát veti latba Sátán, ma a keresztényeket tulajdonképpen úgy próbálja leterhelni, hogy lelkileg ne legyen képes felfogni dolgokat, vagy ne is foglalkozzon azokkal a dolgokkal,
az információ robbanás miatt, hanem vannak ilyen kütyük, amiket a kezünkbe tartunk, és nyomogatjuk, és mindent szeretnénk tudni a világról, csak éppen azt nem, ami lélek és élet. Nos, tehát, hogyha megnézzük, akkor az igén keresztül, vagyis a Szentíráson keresztül, milyen jövő tárul elénk. Így olvasom a Jelenések könyve utolsó fejezetéből, a 22. fejezetből, a 3. verstől, és semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki. Látják az ő orcáját, és az ő neve a homlokukon lesz, és ott éjszaka sem lesz, és nem lesz szükség szövétnekre sem, napvilágra sem, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. Ez az országlás szó is arról szól, hogy uralkodnak. De a lényeg, amit kiemeltem a felolvasott ige szakaszból, tulajdonképpen az, a 3. versben, hogy mit fogunk csinálni akkor az egész örökké valóságban? Szolgálni. A szolgálat az egy pejoratív értelmet nyert a mai életben. Emlékszem rá, hogy amikor egy esketési előadást kellett szerebrálnom, és még a mennyasszonyhoz be kellett jutni, mert egy-két dolgot még pontosítani kellett az adatokról. Már fel volt töltözve a mennyasszony, de hát azért bementem, és emlékszem rá, hogy még ott a mennyasszonyi ruhának a ráncait és a lokniait próbálták ott igazgatni, hogy minden a legcsodálatosabb legyen. És megszólalt az édesanyja, és azt mondta, hogy ó, édes kislányom, csak szolga ne legyél. Hát kérdezek én valamit tőletek. Hát egy feleség mire vállalkozik? Igen. És egy férj mire vállalkozik? Hogy szolgálja a feleséget, a családot. Bizony, bizony. Meg kell tanulnunk azonban a bibliai szolgálatnak a módszereit. A Bibliában van 3, illetve 4 görög szó, amit használ a Szentíró a szolgálattal kapcsolatban. Az első a diakónosz. Ebből lett a diakónus. Mit csinál egy diakónus? Hogy szolgál tulajdonképpen? Hát meglátogatja az embereket, és beszélget, és lelki támaszt és segítséget ad. Aztán ott van például a második szó, a dülosz. Pál rendszerint ezzel a szóval mutatkozik be, hogy Jézus Krisztusnak dülosza vagyok. Ez pedig rabszolgát jelent. Nagyon érdekes, hogy Pál, aki tulajdonképpen mindenektől szabad akart lenni, most Jézus Krisztus szolgájává lett, rabszolgájává lett. Aztán van egy kifejezés, ami egyszer fordul elő csak a Szentírásban, ez a hiperetész. A hiperetész az egy ilyen katonai követ, atasé, aki tulajdonképpen egy másik országban van elküldve, hogy ott képviselje az ő országát. És ez egy rendkívüli dolog, hiszen volt valaki, aki ilyen hüperetészi szolgálattal végezte itt azt a 33 és fél évet. Ki volt az? Jézus Krisztus. Ő volt egy ilyen követ, egy ilyen atasé, aki a mennyből jött le, és itt ezen a földön megmutatta, hogy milyen szolgálatra van szükség. Ezért aztán mondja Pál, hogy én Jézus Krisztus szolgája vagyok,
mert nem magunkat prédikáljuk, olvassuk a Korintusi 2. levél 4. fejezet 5. versében, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgátokat, a Jézusért. Más Jézus Krisztusról prédikálni, az már a könyökünkön jön ki, ugye, mert kinyitod a televíziót több csatornán keresztül is, egyházi műsor és olyan dolgok történnek. Rádióban szintén ilyet találunk elég sokat, de Jézus Krisztust prédikálni mivel lehet, vagy hogyan lehet, és szolgálni. Jézus Krisztust prédikáljuk, azt mondja Pál. Az életeddel, az életemmel, az életünkkel Krisztust prédikálni, tehát nem véletlenül, hogy Antiókiában úgy nevezték a keresztényeket, hogy ezek olyanok, mint Krisztus. És ma nem dogmákra és nem tantételekre van szükség az emberek számára, amikor a római kornak a reneszánszát éljük, a Dolce Vita életet, tudjátok, a mával foglalkozunk, de a jövő bennünket már nem érdekel. Mert mi meg kell, hogy tanuljuk, hogy az örökké valóságban milyen szolgálati módokat kell lesz gyakorolnunk, illetve tennünk. Itt kell megtanulni. Ezért foglalkozzunk egy kicsit az ember és Istenhez való viszonyáról. A Szent Íráson, az írásokon keresztül, a Máté Evangélium a 18. fejezet 23. versében, tehát a 18. fejezet 23. versében Máté Evangéliumában a hűtlen és a hű szolgáról beszél. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar venni az ő szolgáival. Egyszer el kell számolni a szolgának az ő tetteivel, az ő cselekedeteivel, az ő urával. Hiszen a szolga az egy nagyon szoros szimbiózisban, közösségben él, kivel? A megbízóval, az ő urával. Ezért mondja Pál, hogy Krisztust prédikáljuk, és nem Krisztusról beszélünk az embereknek. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. És látni kell rajtad, rajtam, mindannyiunkon, hogy ez a Krisztus szól általad, mint ahogy ezt a szombatiskolában is említettem. A második igehely, ugye a Lukács evangéliumában, amit szeretnék felemlíteni, a második fejezet 29. verse pedig így hangzik. Mostan bocsájtod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint békességgel. Vajon ki mondta ezt? Simeon, aki várta vala Jézusnak a megjelenését, hogy tudta felismerni egy néhány napos gyermekben a megváltóját, az ő életének a királyát, az emberiség szolgáját, hiszen az egész menny szolgál. Egy fűszál nem azért zöldel, hogy önmagának zöldeljen. Egy virág nem azért virágzik, hogy önmagát dicsőítgesse. Hanem minden a világon tulajdonképpen arra van predesztinálva, teremtve, hogy szolgáljon. És nekünk is ezt kell megtanulnunk. Volt valaki, aki nem akart szolgálni ezen a földön, hanem uralkodni akart. De ahhoz, hogy mi jól tudjunk uralkodni, ahhoz elő meg kell tanulni jól szolgálni. Ekintetben az emberek tehát a szolgálat vonatkozásában nem mind egyformák. A társadalmi különbségek mind eltörpülnek. A Galácia levélben azt olvassuk, hogy a 3.28-ban, hogy Krisztusban nincs sem férfi, sem nő, sem zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, mert mindjárt Krisztusban vagytok.
Igen, tehát a szolgálat az egy krisztusi életforma. A hívek Istennek, illetve Krisztusnak szolgái, akik később, akik előbb a bűn szolgái voltak, a római levélben olvassuk ezt, most pedig Krisztusnak a szolgáivá lettek. Akkor is szolgálunk, ha nem Krisztus szolgáljuk, csak akkor a bűn, sátánt szolgáljuk a mi életünkben. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtelensége miatt, mondja Pál, mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak, a hamisságnak szolgáljul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáljul az igazságnak a megszentelésre. Erőtelenségetek miatt mondom, azt mondja Pál. Oda szántuk magunkat, hogy a bűnszolgái legyünk? Mikor történt ez meg? Az éremben. Nagyon-nagyon köszönöm, Feri, amit mondtál. De azon keresztül tulajdonképpen állandóan a bűnszolgáivá váltunk. És oda szálljuk magunkat minden nap, amikor nem a Szentlélek irányítja az életünket, nem Krisztust prédikáljuk. Akkor is. Ezért kell újra és újra revidiálni és megvizsgálni a mi életünket. És ezt tudja a Szentlélek megtenni veled, mert ő eljött, hogy megítélje a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Nem tudnánk a bűnről soha, hogy bűn. Mint ahogy azt mondják a mai élő emberek, hogy mi bűnöm van nekem. Hát én nem lopok, nem csalok, ezt se teszem, azt se teszem, jó ember vagyok. De mégis a bűn szolgálja. Szánjátok oda most a ti tagjaitokat, szolgál az igazságnak a megszentelésre. Ez tulajdonképpen egy önkéntes odaszánás. Ugyanúgy, mint ahogy a házasságban is. Oda szánja magát a menyasszony, a vőlegény szolgálatára és a család szolgálatára. Oda szánja magát a vőlegény, a menyasszony szolgálatára és a család szolgálatára. Emlékszem rá, hogy harmadik éves házasok voltunk, és húztuk a fűrészt apámmal, és nagyon lógott az orrom, azt kérdezte apám, hogy mi történt, fiam? Hát mondom, nagyon csúnyán összevesztünk, akkor már meg volt a két gyerek. Csúnyán összevesztünk. Majd ez volt körülbelül, hogy reggel úgy 9 óra fele, majd délbe az ebédnél megszólal, mert hát ő nem volt egy ilyen szószártyár ember, sohasem. Tudod, fiam, az úgy van, hogy a házasság az egy oltár, ahol mind a kettőnek fel kell mászni, azt elégni. Mert elégsz így is, meg úgy is. És akkor azt mondtam, amikor még akkor nem értettem, hogy miről van szó. De tulajdonképpen nem lehetne ez a házasság az oltáron egy jó illatú égés. Ma ezt nem vállalják be az emberek. Ma tulajdonképpen mindenféleképpen égés az, amit átél az ember, de nem jó illatú, Istennek tetsző szolgálat. Igen, tanulni jöttünk ebbe a világba. Megtanuljuk itt, hogy az örökké valóságban hogyan is fogunk majd élni. Jézus halála által kivásárolt bennünket a bűn rabszolgaságból, és átvitt bennünket az ő szerelmes fiának országába, hogy a fiúság szolgálatát végezzük. Mert nem kaptátok a szolgaságnak lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, hogy abbá, atya, olvassuk a római levél 8. fejezet 15. versében. Kiáltjuk, hogy abbá, atyám. Tudjátok, hogy mit jelent az áb szó? Áb, rám, ős, atya. Áb az atyát jelent, héberből magyarra fordítva. Abbá pedig mit jelent? Apácskám. Az az áb szónak egy kicsinyítő, képzővel ellátott
formája atyácskám, apucikám. Tudjátok, hogy mivé vált az Isten számodra? Apucikává, apácskámá, abbá atya. Igen, erre akar megtanítani. Ilyen gyermeki és szülői kapcsolattal kell, hogy átéljük, hogyha mi megfelelően akarunk Istennek tetsző szolgálatot végezni. A Krisztus életével és tanításával és példájával megvilágított tökéletes magyarázatát adta az önzetlen szolgálatnak, amelynek az eredete Istenben van. Isten nem önmagáért él. Isten szüntelenül szolgál. Ha egyszer megszűn egy másodpercre is szolgálni ezt a világot, tudjátok, mi lenne ezzel a világgal? Összeomlana. Igen, a világ teremtésével és minden dolgok fenntartásával állandóan másokért szolgál. Felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisoknak. Olvasuk a Máté evangélium 5. fejezet 45. versében. Szolgálatának ezt az ideáját rábízta az ő fiára. Isten pedig eljött, hogy bemutassa, hogy az atya hogy szolgálja az embert. És tulajdonképpen azért adta Jézust az emberiségnek, hogy rajta keresztül megismerjük, hogy Isten hogyan szolgálja a világot. Legyen ő a feje, a példája, tanítson bennünket arra, hogy mit is jelent másokért élni. Ma az ember mindent elkövet csak, ne szolgáljon, hanem uralkodjon. Honnét van ez az uralkodási mánia? Honnét? Felibökhágok a magasságosnak, és az én ülőszékemet, vagyis ítélő székemet a magasságos fölé helyezem. És lakom a gyülekezet egyé messze éjszakon. Igen, Sátán ma minden embert rá akar venni erre a mániára, uralkodási mániára. Isten és Jézus életét, az egész életét a szolgálat törvénye szerint érte le. Mindenkin segített, mindenkinek szolgált. Krisztus így élte és így töltötte be Isten törvényét. Három területe van a szolgálatnak, amin tanulhatunk igazán Istennek tetsző szolgálatot élni. Ez például az első terület, az imádság. Imádság nélkül nem tanulhatod meg a szolgálatot. A János evangélium 8. fejezet első versében Jézusról az van írva, hogy felmegy az olajfák hegyére. Miért? Miért ment fel az olajfák hegyére? Az olajfa mit jelképez, mit szimbolizál? Mit? Na, reggel van, vagy éjszaka? Mit szimbolizál az olajfa? Az olaj a Szentléleknek a jelképe, nem? Elment, hogy a Szentlélek által beszélgessen az atyával. Neked hol van az olajfák hegye? Hát, legalább ültetni kell egy olajfát, nem? Nem. Ott, ahol a Szentlélek van. A Szentlélek pedig hol van ma? Avagy nem tudjátok, jött ez testetek a Szentléleknek a temploma. Hoppá! Kívül zörög, vagy belül van? Amikor még imádkozni, akkor még azt se tudod, hogy mit kérjél, vagy mit mondjál. Te a Szentlélek kimondhatatlan fohászkodással esedezik érettünk. Mi nagyon csúnyán tudjuk ezt valahol kezelni, ezeket a dolgokat. Ó, hát mi annyira bölcsek vagyunk. Elvégeztünk nem tudom én hány iskolát, és elvégeztünk
doktorátusokat is, és mindent, na hát ezt nekem nem mondja meg senki se, hogy én hogy éljek, meg mit csináljak. Jézus nem ezt tette. Ha volt valaki, aki meg volt töltve bölcsességgel, tudománnyal, értelemmel, akkor ő volt az egyetlen. És ma tulajdonképpen ugyanezt történik meg veled és velem, amikor Isten igéjével foglalkozunk. A szíó, mely Krisztus szeretetét megízlelte, mind többet és többet akar magába szívni. Olyan, mint a szivacs. Felvenni Istenből, hogy ez a képmás újra helyreálljon, amit a bűn tönkretett. Igen. Tehát az első rész az imádság. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, az ajtót bezárva, imádkozzál te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked, nyilván olvassuk a Máté evangélium a 6. fejezet 6. verséből. 24 év alatt 8-szor költöztem. Tudjátok, hogy mi volt a legnehezebb dolog? Mindig megtalálni azt a helyet, ahol Istennel beszélgethetek. Le kell lenni egy helynek, ahol olyan bensőséges beszélgetés folyik az Istennel. Ahol én kérdezek, ő felel, ő válaszol. Igen, meg kell tanulnunk ezt a rendkívüli szükségletet, a felkészülést a szolgálatra. Aztán a második dolog, amit szintén meg kell tennünk, nem csak az imádságban kell igazán Istennel közösségre jutnunk, hanem a kísértésekben is. Vajon a kísértések mitől akarnak bennünket elragadni? Éppen Istentől. De a kísértések azok megtanítanak valamire, nem? Jézushoz hozzáment a kísértő, 40 napos bőjt után, és azt mondta, hogy változtasd a köveket. Megtehette volna? Miből tanulta meg? Mit mondott, mit válaszolt a kísértőnek? Nem csak kenyérrel ér az ember. Aztán másodszor is oda ment a kísértő. Harmadszor is. Azt írja a prófétaság lelke, hogy a születéstől kezdve a halálig még a Golgotai kereszten is Sátán állandóan kísértette. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Vajon téged nem kísért? Ha Isten gyermeke vagy, ha apácskának vagy apucikának nevezed az Isten, akkor tedd meg ezt és tedd meg azt. És te hogy válaszolsz rá? Igen, meg van írva, hogy az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Ne másnak, ne engedd meg azt, hogy Sátán emberi kapcsolatokon keresztül, vagy valamilyen trükkön keresztül próbáljon téged elvonni Isten szolgálatától. Ezernyi módja van ma a kísértésnek. Van, amikor, ahogy Jakab mondja, amikor kísértetik az ember, kitől kísértetik? A saját kívánságai szerint kísértetik. Ne kívánd! Milyen nagyszerű dolog Istent szolgálni. Aztán ott van a harmadik terület, a misszió területe. Az egy igazi szolgálat területe, mert miért ment fel az olajfák hegyére? Hogy feltöltekezzen a Szentlélekkel. A kísértőt vissza tudta mindig utasítani. És ugyanakkor a misszióban, a szolgálat igazi területén pedig Jézus rendkívüli dolgokra volt képes. Ha mind leírták volna az evangélisták, amit Jézus csak egy nap megtett, higgyétek el, a Bibliánk valami ilyen méternyi vastag lenne. Csak részletek vannak benne,
amikor ő a szolgálat különleges munkáját gyakorolta. Mi volt ez? Eredj el, a te hited megtartott téged. Vagy éppen a gazdag ifjúnak is szolgált. Mit mondott a gazdag ifjúnak? Hozd el a vagyonodat. Ugye? Egyszerű szavak, egyszerű dolgok, de mindig a lényegre tapintó dolgok voltak. Igen, tulajdonképpen a római levélben mondja Pál az első fejezet 9-10. Versében, mert bizonyságom nékem az Isten, akinek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felületek imádkozásaiban és mindenkor könyörögvén, hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezeikből félelem nélkül szolgáljunk néki. A szombatiskolában is ugye szó volt arról, hogy Pál is félelemmel volt telve. Hát az élete veszélyben forgott. Még össze is esküdtek öten, hogy addig nem esznek, amíg Pált meg nem ölik. Ugye Damaszkuszból, Szíriából, amikor leengedték a kosárban, és így menekült meg. De a Szentlélek mit csinált? Erősítette. Eredj el, Pál, mert nékem ebben a városban nagyon-nagyon sok emberem van. Igen. Azt mondja az apostolok cselekedetéről írott könyvnek a 24. fejezet 14. versében. Erről pedig vallást teszek néked, hogy én aszerint az út szerint, amelyet felekezetnek mondanak, úgy szolgálok az én atyáim Istenének, mint aki hiszek mindazokban, amik a törvényben és a prófétákban megvan írva. És azt mondja a király, akinek ezt elmondja, hogy majdnem ráveszel, hogy Krisztusi legyek, hogy Krisztus követője legyek. Én úgy szolgálok, mondja az atyáim Istenének, mint aki hiszek mindazokban. Tudom, és hiszem azt, hogy hiszel a prófétákban, mondta ugye a királynak is. Senki sem éli Isten törvényét, ha nem szolgál másoknak. Tehát a szolgálat és az Isten törvényével való kapcsolat szoros szimbiózisban. Szoros a kapcsolat. Senki sem szolgálhat, hogyha az Isten törvényének, hogyha nem szolgál másoknak. Sokan nem élik Krisztus irgalmas és önzetlen életét. Egyesek, akik kiváló keresztényeknek hiszik magukat, nem értik, mit is jelent szolgálni másoknak. A gyülekezetekben élő emberek közül is mi a legnagyobb probléma? Miért vagyunk mi egy közösség? Meg tudnátok mondani nekem azt a több trilliárd sejtből, amiből felépültünk. Amikor egy sejt elszabadul és nem akar az egész testnek a szolgájává lenni, mi lesz abból? Ó, még csak hogyha a betegség. De rákos sejt, aki megbojdul, és végül az egész testet elpusztítja. Igen. Mint ahogy Székely József mondta, ez a híres színész, hogy hát nem fél a haláltól, mert most a rák fogja elhordozni a saját maga problémáját, mert addig pusztított az ő testében, még ő is elpusztul. Hát nem egészen ez a magyarázata ennek a dolognak. De meg kell értenünk, hogy addig még nem tudjuk Istent szolgálni és másoknak szolgálni. Minden cselekedetünkben önmagunkat tartják szem előtt az ilyen emberek. Tovább írja a profitaság lelke azt, hogy Jézus élete 491. oldalán, hogy az idő csak annyiban értékes számukra, amennyiben önmaguknak gyűjtenek. Az élet minden dolgában ezt a célt követik, nem másoknak, hanem maguknak szolgálnak. Isten úgy teremtette őket, hogy olyan világban éljenek, ahol önzetlen szolgálatot kell teljesíteni. Mit gondoltok, miért van ez a hatalmas nagy konfliktus az Európai Parlamentben?
Mit akarnak egyesek? A profitot! Mi kell hozzá a profithoz? Minél több munkáskéz, annak ellenére, hogy már a gépek végezik el a dolgokat. De kell munkáskéz, ugye? Mert a gépek szinte az emberi agynak az 5%-át sem képesek elvégezni. Annak ellenére, hogy most már Japánban megvehet az öreg mama egy robotot, és beszélget a robot a mamával. Sőt, megnézi, hogy le van-e oltva a villany, ilyen és olyan helyen, be van-e zárva az ajtó, megnézi, hogy a hűtőszekrény be van-e zárva, és stb. Mindent ellenőriz, beszélget, és na hát ilyen világot kínál neked az ördög. De nem ezt akarja az Isten. Meg akar tanítani arra, hogy néki szolgálj, és őt dicsőítsd. Önzetlen szolgálatra akar nevelni. Úgy tervezte, hogy embertársaink minden lehetséges módon segítséget kapjanak. Egyik ember a másik támasza, szolgálja, segítsége legyen. Az én azonban olyan óriási, hogy minden mást eltakar, elfed, megsemmisít az ego. Ezért mondja Pál, hogy élek pedig többé, nem én. Igen, ezért nincs kapcsolata az ilyennek az emberiséggel. Ez csak azt mondják, hogy élősdi. De nem csak él az ilyen ember, hanem él döglődik, mert előbb-utóbb a pusztulás vár rá. De aki Isten szolgálja, aki megtanulta azokat az alapelveket, hogy itt Isten szolgálja azokra az örökké valóságra. Az üdvözítő nem várta, hogy a sokaság seregeljen össze, tanítását gyakran csak egy pár köréje gyűlő embernek kezdte mondani, de az arra járók sorban megálltak, hogy meghallgassák őt, míg az egész tömeg hallgatta csodálattal, tisztelettel Isten szavait a mennyből küldött tanítótól. A Krisztusért munkálkodó ne érezze, hogy néhány hallgatónak nem tud éppen ugyanolyan odaadóan beszélni, mint egy nagyobb csoportnak. Egy emberrel is nagyszerű dolgokat lehet megbeszélni. Igen. És nem tudod, vess egy kavicsot a tóba, és fordulj meg. Nem tudod a következményeit, hogy milyen hatással lesz a másik emberre. Az, amit te talán Krisztust prédikálva elmondtál, a te tapasztalatodból, a te szolgálatodból. Még a tanítványok szemében sem tűnt indokoltnak, hogy a megváltó egy samáriai asszonnyal vesztegesse az időt. Megkérdezték, hogy van-e eledeled. Ugye? És gondolom, hogy egy-kettő ott korholta is, hogy hát egy samáriai, ráadásul egy nővel beszélgetni. Szörnyű. És mi lett ennek a következménye? Mi lett? Samária bevette az Isten igéjét. A megvetett és megutált nép ennek az asszonynak a prédikálására, tapasztalatára. Jöjjetek és megmutatom nektek, én láttam a Mesiást. Igen, milyen nagyszerű dolog. Így szolgálni és így dicsőíteni az Istent. Jézus tehát komolyabb és magasabb szinten beszélgetett vele, mint a királyokkal, tanácsosokkal vagy a főpapokkal. A tanításokat, amelyeket adott az asszonynak, a föld legvégső határáig terjednek azóta is. Igen. Aztán végezetül térjünk rá egy rövid gondolatban a szolgák jutalmára. Azt már tudjuk a Jelenések könyvéből, ezt én 5. evangéliumnak nevezem, hogy tulajdonképpen mit is fogunk csinálni a mennyben. Hát majd hárfázni egy ilyen felhőn ülve, mint egy kis puttó, évmilliókig ott a hárfát pengedni. Nem lesz ez egy unalmas dolog? Dehogy nem. Én nem szeretnék így élni. Nem.
Szolgáljuk őt, azt mondja. Semmi elátkozott nem lesz többé a királyiség Istennek, báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki. Egy szolga sem fogja azt mondani, Uram, én azt a királyi széket akarom, amelyben te ülsz. Miért? Mert az Isten is a szolgálat székében ül. Igen. Aki nékem szolgál, mondja Jézus, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, azt mondja hangosan, mert olvasom a szádról, megbecsüli azt az atya. Mit jelent megbecsülni valaki? Érdemeit elismerni, megajándékozni, felemelni, közösséget vállalni vele. Igen. A második gondolat a Máté evangélium 25-21. Versében jól vagyon, jó és hűszolgám. Kevesen voltál hű. Nem azt mondja a Jézus, hogy keveset voltál hű, hanem kevesen voltál hű. Menj be a te uradnak örömébe. És a legfrappánsabb példázat, ami egyedül egy helyen Lukácsnál van feljegyezve, akkor megkérdezi a szolgától, hogy hány gírád kaptál? Hát azt mondja, kettőt. És mit csináltál? Hát kamatoztattam még kettőt. A gíra az nem lelki ajándék, az egy érték. Az egy életérték tulajdonképpen. Az élet a legnagyobb érték. Mindent megtennénk érte. Meg az emberek mennyi mindent megtesznek, csak hogy tovább éljenek akár néhány percig is. De ez az életérték, ez egészen más. Menj be a te uradnak örömébe. Tehát Lukács azt mondja a gírák példázatában, az öt gírásnak pedig megkérdezi, hogy hány gírát kaptál? Öt gírát. Figyeljétek meg, nincs egy gírás. Ugye nincs? Mint a talentumoknál, hogy van egy talentum, egy két talentum, meg öt talentum. Hanem öt gírás. És mit csináltál? Hát még kamatoztattam még öt gírát. Akkor eredj el, és uralkodj 10 városon. El tudjátok képzelni, hogy olyan világ, mint a mi földünk, azt mondja az Isten, eredj el 10 ilyen bolygóra, és hirdest, hogy az Isten szeretete, az Isten bölcsessége, az Isten kegyelme és irgalma milyen nagy. Mert Istennek szüksége van, el nem bukott lények milliárdjainak szüksége van arra, hogy te az Istenről beszélj ezeknek az embereknek. És ezért mondja Náum prófét, hogy nem lesz kétszer veszedelem. Mert ott leszel te, ott leszek én, akik átéltük azt a sok nyomorúságot, azt az uralkodási mániát, ami ezen a világon Sátán hozott be. Szeretett testvéreim! A kegyes élet az nem ilyen templomba járkáló élet. Elmegyek, elvégzem. Délelőtt itt vagyok, nagy mise aztán semmi se. A keresztény élet imádságos élet, az egy küzdelmes élet, a próbákban, a kísértések fölött egy győzelmes élet, és a misszióban egy tevékeny szolgálat. Adja a mindenható Isten, hogy te ne csak elméleteket gyűjtsél, hanem átért és megért tapasztalatokat, és majdan ott legyél az Isten országában, uralkodván és szolgálván Istennel együtt. Amen.